Már is eltelt 60 nap. Na, meg is érkeztük a helyszínre. Szerencsére a jelölő a helyén maradt. Lássuk, mi történt. Megkérjük az önkéntes kutatókat, hogy a most következő utasítások alapján ássák ki az alsót. Először is a kiásáshoz szükséges eszközök. Ásó, olló, telefon vagy fényképezőgép. Miután megkerestük a jelölőt, ássuk ki az alsót. Óvatosan szedjük ki a gödörből, Emlékszel, Matyi, milyen hideg volt, mikor elástuk az alsót? Az idei időjárás nagyon szeszélyes. A beásást követően májusban az ország néhány területen még fagyok is voltak. Júniusban és az elmúlt hetekben pedig meleg rekordok dőltek meg. Sajnos a csapadék is szeszélyesen alakult. A száraz tavaszt nem követte csapadékos nyár. Mindkét oldalán vágjuk szét. És terítsük le a földre. Így jó lesz? Igen, igazítsuk meg egy kicsit felülről, és úgy fotózzuk le a szétvágott alsót, hogy egyenletes fényben jól látszódjon az egész. Ezek után a következő fontos lépés, hogy az e-mailben kiküldött Google Forms kérdőívet töltsük ki.